Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőt azt a Matthias Corvinus Kollégium főszervezésében helyi társszervezőkkel, úgy mint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel, valamint Bocskor Andrea európai parlamenti képviselőasszonnyal szervezzük már második alkalommal közösen. Hogyha röviden szeretném megfogalmazni a vezetőképzőnek a célkitűzése az, hogy megtaláljuk azokat a helyi fiatalokat, akiknek megvan a intellektuális háttere, és megvan a közélet felé való nyitottsága, és szeretnék rövid távon, vagy akár hosszú távon befolyásolni ezeket a történéseket. Ez a vezetőképző ehhez a törekvésükhöz próbál meg segítséget, tudást biztosítani. A tavalyi évhez hasonlóan idén szintén 4 helyszínen kerül megrendezésre. Ez 4 hétvégét jelent, Ungváron, Beregszászon, Budapesten, és lesz brüsszeli kiutazás is. A hétvégi képzések között internetes felületen e-learning oktatás van, és számos kirándulás, számos lehetőség kapcsolódik még ehhez a képzéshez. Úgy gondolom, hogy egy hatalmas lehetőség, és ezúton is minden kárpátai fiatalt arra biztatok, hogy jelentkezzenek, még megtehetik, ugyanis szeptember 10-ig van a jelentkezés határideje. Tavaly évben 30-an adták be a jelentkezést a vezetőképzőre, és aztán 15-en tudták elkezdeni a képzést. Én úgy gondolom, hogy egy sikeres vezetőképzőt zártunk 2018-ban. Ezt a résztvevők visszajelzéseiből alapozom, hiszen járhattak például a megyei közigazgatás épületében Ungváron, és megismerkedhettek a működésével, Budapesten ellátogattak a Magyar Országgyűlésbe, a Magyar Külügyminisztériumi épületébe és intézményébe, Brüsszelben az Európai Parlament működésével ismerkedhettek meg, részt vehettek különböző kommunikációs tréningeken, vitakultúra képzésre került sor, tehát számos és olyan tartalmas, érdekes dolgok, amelyek egy közélet felé nyitott fiatal számára igen aktuális lehet, és nagyban segítheti az ő elképzeléseit.